Most megfordítottuk az előző prizmát, és most azt fogjuk vizsgálni, hogy ha üvegből halad levegőbe egy fénysugár, akkor hogyan viselkedik az új közeg határán. Ebbe az üvegbe, illetve jelenségre most nem üveg, hanem műanyag, egy fénysugarat ejtettünk be. Az új közeg határán, ami most jelenleg a műanyagnak és a levegőnek a határfelete, a fény egy része visszaverődik. Láthatjuk, hogy ugyanabban a szögben, hiszen a belsési merüvegesen bezárt szöge mind a két esetben 30 fok. Az új felületen a fénysugár kilép, viszont az előzőhöz képest már jóval nagyobb szöggel, most már nem 30, hanem 40 fokos szöggel léphetünk ki. Akár mérést is végezhetnénk, megnézhetjük azt, hogy mekkora ennek a prizmának a törésmutatója. Nagyon érdekes jelenséget figyelhetünk meg, ha most elkezdjük ennek a törési szögnek, illetve ennek a szögnek a csökkentését, illetve növelését. Először a beesési szöget szépen elkezdem csökkenteni. Semmi meglepőt nem tapasztalunk, ugyanúgy visszaverődik, illetve megtörik az új közeg határán, és kilép a törőközegből. Na most a 30 fokos szöghöz képest kezdjük el növelni a szöget, és most átjövök egy elkezdjük növelni a belsési szöget, és nagyon érdekes jelenség figyelhető meg. Tehát a belső fénysugár és a megtört fénysugár viszonylag nagyon érdekes, hiszen a törési szög most már majdnem 90 fokhoz közelít, sőt, hogyha ezt a szöget egy kicsit megnövelem, akkor a megtört fénysugár teljesen el is tűnik. Most már teljes egészében csak visszavert fénysugarat látunk, ezt nevezzük a teljes visszaverődés jelenségének. Azt a szöget, amely pedig éppen azt az esetet állítja elő, hogy a törési szög 90 fokos, azt pedig a teljes visszaverődés határszögének nevezzük, ezt az esetet, ezt a szöget ebben a pillanatban akár be is mondhatjuk.